Bergerné Szőnyi Anna, Tálos Edit Alapítvány kuratóriumi elnöke és tanítványai műsorával köszöntötték a Vokeb Művelődési Házban megrendezett 8. országos miniatűr fotópályázat kiállítását. A névos megmérettetés záró eseményén Lerner Zsolt alpolgármester megnyitó beszédében hangsúlyozta, örömteli, hogy Székesfehérvár ismét ilyen rangos eseménynek adhat otthont. Két szekcióban láthatunk miniatűrfotókat, vasúti, ugye, mert a MÁV fotókör az egyik szervező, másik pedig egy szabadon választott szekcióban láthatjuk. 45 művész 68 munkáját láthatjuk itt a kiállításon. Ez egy jó dolog így a pillanatot elkapni, a pillanatművészeteként is szokták a fotót emlegetni. A MÁV Vokéban gyakorlatilag nagy hagyománya van ennek a biennálénak. A kultúráért felelős városvezető, maga is a fotózás elkötelezettje, mint mondta, ha lehetősége nyílik rá, maga is készít fotókat egy-egy fontos eseményről. Szeretem, tehát jó, én nem képzett fotós vagyok, de a telefonommal kattintok én is, és nagyon, nagyon szeretem megörökíteni az esztétikumot, a letisztultságot, vagy akár egy építészeti örökséget, ami bennünket körbevesz. A sokszínű nívós, egyedi gondolatok mentén megszületett miniatűrfotók megerősítették a látogatót, hogy hazánkban kicsiben és nagyban továbbra is népszerű a művészeti ág, amelynek képviselői ünnepélyes keretek között vehették át a pályázat díjait.